A Schneider cégcsoport 30 éve foglalkozik gépjárművek forgalmazásával. Mára már 6 különböző márkakereskedés és márkaszerviz tartozik a vállalkozás égisze alá. A Schneider csoport korábban támogatta már pécsi olimpikonok felkészülését, most pedig az MB2-es labdarúgó csapattal kötött együttműködési megállapodás keretében 2 darab hibrid Toyota Corolla és 2 darab szintén hibrid Toyota RAV4 gépjárművet vehetett át a PMFC vezetősége. Én azt gondolom, hogy fontos a cégcsoportunk számára, hogy egy helyben sikeresnek mondható klubot támogassunk, és más egyesületek esetében is van hasonló támogatásunk, és ezt szeretnénk folyamatosan megtenni. Egyelőre meglátjuk, hogy egyrészt, hogy milyen sikeres marad a csapat, mert most azt mondhatom, hogy sikeres, és meglátjuk, hogy nekünk is lesz-e valamilyen előnyünk ebből az egészből is. És azt gondolom, hogy ez kölcsönösen előnyös lesz, akkor bővíthetjük is. A PMFC számára mindig is fontos volt a környezettudatosság, valamint a pécsi cégekkel való együttműködés. Először is szeretném megköszönni a Schneider Autóháznak, hogy a támogatásáról biztosított bennünket. Nagy öröm számunkra, hogy a helyi vállalkozásoknál egyre népszerűbb a PMFC labdarúgó csapata, így egyre több támogatót, helyi vállalkozót tudunk megszólítani, illetve már ők keresnek fel minket, hogy szeretnének a PMSC fejlődésében részt venni. Külön nagy öröm számunkra egyébként, hogy a cégcsoporton belül egy olyan márkát kaptunk használatra, amelyeknek a full hybrid típusával azt gondolom, hogy környezettudatossába is tudunk válni. A PMSC számára mindig fontos volt a környezettudatosság, illetve a társadalmi felelősségvállalás, és azt gondolom, hogy ezzel jó példát tudunk mutatni, és bízom benne, hogy ez az együttműködésnek az első része, ez a 4 autó, és ez hosszú távon is ki fogja tudni forni magát. A PMFC a hétvégén Szolnokon megszerzett szezonbeli 5. győzelmével és 19 pontjával jelenleg a Mercantil Bank Liga MB2-es bajnokság tabellájának az előkelő 6. helyén áll. Óriási nagy dolognak tartom azt, hogy a Toyota cégcsoport ugye ránk gondolt és segít és támogatja a klubunkat. Hát úgy gondolom, amilyen mélyről indultunk mi 5 évvel ezelőtt, ahhoz képest mi is lépésről lépésről próbálunk jobbak lenni és jobbá válni. Ettől függetlenül az egyik legfontosabb dolog az lesz, hogy meg tudjunk felelni ennek ezeknek az elvárásoknak, és minimum olyan minőséget képviselni a pályán és az edzéseken a mindennapi munkában, amilyet a Toyota cégcsoport is képvisel, ugye az autóiparban. Úgyhogy büszke vagyok arra, hogy ez alatt, az 5 év alatt elértünk ide, és bízom abban, hogy ez együttműködés ez gyümölcsözni fog, és mi ki fogjuk tudni szolgálni a Toyota cégcsoportot, és ők meg ugyanúgy ugye a mi támogatásunkat további is fönntartják. A Toyotákat Schneider János, a cégcsoport tulajdonos ügyvezetője adta át a PMFC vezetőségének.